Műsor a Vecsésiekért. Vecsési magazin. Idén 11. alkalommal rendezték meg a Vecsési Káposzta Fesztet. A szeptember 25-i eseménynek az időjárás is kedvezett, több ezer ember látogatott el az Epresbe. Azoknak, akik ott voltak, és azoknak, akik csak szerettek volna elmenni, a mai adás nyújt részletes beszámolót. A vecsési savanyú káposzta igazi hungarikum. Messzeföldön híresek a káposztából készült ételek. Nem véletlen, hogy annyi embert vonz évről évre városunk egyik legkiemelkedőbb eseménye a Káposzta Fest. A hatalmas fesztivált megelőzően idén is már szombaton kezdetét vették a különféle megmérettetések. A savanyúság versenyre 4 kategóriában számos nevezés érkezett. Némely tányéron úgy díszeregtek a zöldségek, mintha egy-egy csend élet lenne. A savanyított káposzta, sós vizes uborka, káposztával töltött paprika és a vágott vegyes savanyúság ízlelése után a bíráknak sem volt könnyű dolga. A fődíjat végül a finom csemegék BT kapta. A futball kedvelői a régi nevén falusi iskola tornatermében rúgták a labdát. A sporteseményre a Szamovár FC, Baranyai, Családsegítők, Focisok, Négy Szürke, Inter VM és a Vecsésvárosért Egyesület csapata nevezett. Végül baranyai focistái végeztek az első helyen. A vasárnap reggel a polgárőrök eligazításával indult. Azt mondom, mert most előről itt az embereknek a nagy többsége rutinból vezet, és nem volt még ilyen, hogy ennyire egyirányosítva lett volna a város, úgyhogy biztos, hogy lesz szembeforgalom, biztos, hogy lesz anyázás, biztos, hogy lesz ütközés. Amit kérnék szépen tőletek az az, hogy nem szankcionálunk, jó? Úgyhogy maximális toleranciát meg türelmet kérnék tőletek, nincsenek hozzászokva ezek az emberek ahhoz, hogy le van zárva az egész város, mert tavaly is volt ebből vihar. Jó, annyit kérnék szépen, hogy mi azért vagyunk, hogy segítsük őket, mert segítsük a forgalmat, jó, úgyhogy lehetőség szerint ezt mondjuk pont nektek nem kell mondani, hogy ne az legyen az első, hogy kiszedítek a kocsiba, hanem először kérjétek meg, hogy nyugodjon már. Jó, másik oldalon az ülőkről érkező szintén el lesz terelve, szintén egyirányosítva lesz, jó, annak is megvannak a külön felállítási pontjai. Majdnem minden ponton egy-egy kivételével, majdnem minden ponton lesz rendőr is. Jó, úgyhogy nem lesznek magatokra hagyva, illetve ha bárkinek bármi problémája van, mondom, hogy az elérhetőségeket, akkor nekem beszóltok és azonnal küldök váltást, megerősítőt, bármi ilyesmit. Jó, mert szerencsére leszünk annyian, meg le tudtuk alkotni az ő helyek számát. Mint utóbb a Vecsési Polgárőrség alelnökének tájékoztatásából kiderült, nem csupán a polgárőrök jelenlétére, de türelmére is nagy szükség volt. A forgalom elterelés idején sokan nem vették figyelembe a behajtani tilos és a parkolni tilos táblát. Sérülés mégsem az utcán, hanem a Káposztafeszttel egy időben megrendezett kézilabda mérkőzéseken történt, ahol egy fiatalkorú férfi lábtörést szenvedett, míg 7 órával később egy eszméletlen fejsérülthöz hívtak orvosi segítséget. Végül mindkettőjüket mentő szállította el. 10 órától az Epresben a Petőfi Sándor Általános Iskola nemzetiségi műsorát tekinthették meg. 10:11 a falusi Óplébánia templomban megkezdődött dr. Huszka Mihály celebrálásával a Szentmise, majd a terményáldás és a felvonulás következett. Kérünk Istenünk, áld meg ezeket a gyümölcsöket és ezeket a terményeket, hogy akik ezekből esznek, általuk testüknek, lelküknek erőt és üdvösséget nyerjenek Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szeretessék meg a tenedet, jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratot, a minden napi kenyerünket, Thank you.
felvonulás győztesei végül a Grassalkovics Antal Általános Iskola 3. A, 4. B osztálya, a Polyovka Lugosi Traktor, valamint a Nyugdíjas Klub lettek. A 11. Vecsési Káposztafesztet Szűcs Lajos, a Pest megyei önkormányzat elnöke, és Szlahó Csaba, Vecsésváros polgármestere nyitotta meg. Azt gondolom, ennél kellemetlenebb feladatot nem is adhattak volna, hiszen a forgatagban már minden a lehető legnagyobb terjedelemben és mélységben itt van, hiszen körülbelül 2 kilométerrel idén már lehet érezni azt a szagot, illatot, illatfelhőt, amit az idei Káposztafesztivál mindenki számára közvetít. És emlékezzünk vissza, tavaly olyan eső volt, hogy mindenki a sátrak alatt volt, de azért ne gondoljuk azt, hogy nem voltunk ugyanennyien, mint most. Ez a kellemes idő viszont mindenkit arra buzdít, hogy megnézze ennek a településnek a legjobb arcát, és megnézze azt az összefogást, ami immár 11. alkalommal segít abban, hogy a káposztát, mint vecsési hungarikumot eljuttassuk és megmutassuk mindenkinek. Jó magam is vecsési lévén szeretném üdvözölni ismét ezt a fesztivált, és szeretném a szervezőknek, meg a lebonyolítóknak megköszönni, hogy jó hírünket elviszi a világban, és természetesen mindannyiuknak azt kívánom, hogy érezzék jól magukat ebben a kellemes időben, és kóstoljanak minél több káposztaneműt, érezzék jól magukat, és mindenkinek jó szórakozást, és én már nem tudom megnyitni, hiszen ez a fesztivál megnyílt, de mindenkinek kivilágos kivirattig jó szórakozást kívánok. Nagyon örülök, hogy ilyen szép nap virrat ránk, és remélem, hogy ilyen is marad az idő. Bízom benne, hogy sok látogatót kapunk, és bízom benne, hogy a látogatók kedves és kellemes élménnyel tudnak távozni tőlünk. Hogyha visszatekintünk, nagyon sok jeles évfordulónk volt az elmúlt időszakban. 225 évvel telepítették újra Vecsést. És bemutattunk ennek alkalmából a városi ünnepségen egy rockoperát, amely nagyon plasztikusan mutatta be az újjáépítés, a pusztítás és az újjáépítés váltakozását. Mindenkinek ajánlom, hogy Kortya Vimos és Gál István szerzeményét, hogyha tudja, CD-n szerezze meg és nézze meg, ugyanis nagyon elgondolkodtató, hogy miket kell és mit kell megtanulnunk az őseinktől, az élni akarást, az építeni tudást és az összefogást. És hát bizony ez a mai nap is ennek köszönhető. 20 éves az önkormányzatiság, és ezen belül nagy ünnep volt Vecsésen 2001, amikor várossá avattak bennünket. Nagy öröm volt számunkra, jelentős lépés volt, és akkor kezdődött a városrészi ünnepségek szervezése, és akkor kezdődött a Káposzta Fesztivál is, és bizony most 11. alkalommal került ez megrendezésre. És ez számomra azt bizonyítja, hogy a településünk és a közösség él és működik, és bizony az önkormányzatnak igen nagy felelőssége van abban, hogy ezeket a tenni akaró magánszervezeteket, civil embereket támogassa. És sok magánember és a civil szféra és az önkormányzat összefogásából született a Káposzta Fesztivál, amely ma már egy országos hírű rendezvény. Minden vendégünknek azt kívánom, hogy érezze jól magát, fogyasszon finom ételeket, a főzőcsapatoknak pedig sok sikert kívánok a főzőversenyen. Ezennel hivatalosan is megnyitom a 2011. évi Káposzta Fesztivál. Jó szórakozást mindenkinek! A 11. Káposzta Feszten a vecsési savanyúság készítők színejava képviseltette magát. A kóstolás mellett a legtöbben haza is vittek mindenféle káposztás finomságot. A több ezer látogató között más városok prominens képviselői is megjelentek. Most próbálok körbe járni a terepet. Én úgy gondolom, hogy magamba átértékeltem ezt az egész helyzetet, és végig gondoltam azt, hogy bizony-bizony, szerintem körülbelül, ha vége van ennek a rendezvénynek, már elkezdi szervezni az itteni vecsési civil szervezet a polgármester úr segítségével és a szervezőkkel, hogy a következő esztendőben ismét ilyen színvonalas és hát ilyen jól sikerült rendezvényük lehessen. Látom, hogy rengeteg munka van mögötte. Azt is érzékelem, hogy a területet hamarosan kinövik, hiszen látom a parkolás szempontjából, sőt a közbiztonság is tett rá egy-két lapáttal, hogy a lakosoknak egy kicsit ezt megbonyolítsa. De hát a biztonságunk érdekében ezt meg kellett tenni. Én úgy gondolom, hogy az idő is hozzájárult ahhoz, hogy kellemesen jól érezzük magunkat. Gratulálni tudok a szervezőknek és Lecsés városának. Milyen instrukciókat kapott az üllőn maradott rokonoktól, milyen káposztás finomságokat vigyen haza? Hát természetesen mindannyian szeretjük a
káposztás dolgokat. Hát valami specialitást fogok kinézni. Igazán közvetlen nem kaptam erre instrukciót, de meg szeretném lepni őket minden esetre. A Káposztafest két színpadán közben egymást várták a fellépők, míg az egyik helyszínen a tököli délszláv nemzetiségi együttes, aztán a bicskei huszárzenekar és Mányi mazsorettek aratták a sikert, addig a másik színpadon a Vecsési Zeneiskola ifjú művészei zenéltek. Lajos, a Pest megyei önkormányzat elnöke és Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő, monori polgármester, még délután is felfellelhető volt a rendezvényen. Éppen a lányomat Pestről hoztuk, és valahol a falu határában, nekem még Vecsés mindig falu határában éreztem már, hogy a Káposzta Fesztivál illata, semmivel össze nem hasonlítható illata már itt van. Egyébként hát fantasztikus, és szerintem aki itt éhen marad, vagy nem érzi jól magát, annak nagyon komoly baja lehet, hiszen itt mindenki megtalálja akár egy kis káposztás pogácsát, lángost, vagy a káposztás ételeknek a garmadáját, ha el akarja fogyasztani, akkor itt megteheti. Mennyire satszolja, hogyha így szétnéz, hogy hány ember bolyonghat? Én azt gondolom, hogy több tízezer ember van most itt ezen a fesztiválon már, és szerencséjük van, mert a tavalyi évben azért az időjárás megviccelt mindenkit, és ha nem volt sátor, vagy nem tudtak elbújni az eső elől, akkor itt nagyon nehezen tudtak mozogni, de itt lehet látni, hogy akárhova nézünk, hömpölyög a tömeg, és az emberek arcáról inkább elégedettséget és mosolyt lehet látni, semmint, hogy nem tetszene, amit látnak. Minden évben itt van? Minden évben eljön? Amikor sikerül, akkor igen, mert ilyenkor szeptemberben eléggé sok program van mindig, és most is úgy tudtunk eljönni, hogy egy kettő vagy három programot egymás mellé téve tesztük ezt meg, és innen el fogok menni majd az anyukámat meglátogatni, és majd utána megyünk haza. Hogyha a hétvégi program van, ugye ez valahol a munka egybekötve a szórakozással, akkor a család is elkíséri? Nem nagyon veszik szívesen ezt a dolgot, hiszen én azt gondolom, hogy mindenkinek kell valami kis intim szféra, és az elmúlt időszakban hallgatólagos megállapodás volt, hogy a hétvége egyik napját ezt mindenképpen a családra kell fordítani. Volt olyan időszak, az egyik megyei közgyűlési kollégámmal kiszámoltuk, hogy az elmúlt 4 évben több mint 1000 rendezvényen voltunk a 4 év alatt, és ha ezt úgy kiszámoljuk és lebontjuk napokra, akkor az eléggé komoly teljesítmény, de természetesen szívesen vesszük, hiszen azok a települések, akik meghívnak bennünket, azok komolyan gondolják, hogy szeretnének találkozni velünk. Mi nekünk pedig ez a feladatunk, hogy ezt meg is tegyük. Rengeteg munkája van, még hétvégén is. Mi jelenti a kikapcsolódást azokon a bizonyos szabadnapokon? Hát én éppen tegnap este egy esküvőben voltunk, egy családi esküvőn, és hajnalban hazamentünk, és reggel 7 órakor már egy teniszmérkőzéssel indítottam a napot, mert valamiféle mozgáshoz mindenképpen kell, és ami engem kikapcsol, az a horgászat, és sajnos ebben az időszakban ez a legkevesebb, amihez hozzá tudok jutni. Majd valamikor csípünk egy kis időt, hogy a vízparton is tölthessünk. Hamarosan asztalhoz ül, mi lesz majd a tányérban? Hát szerettük volna megkóstolni a Williams TV-nek a sajt káposztatortáját, de sajnos már mutatóba sincs belőle, úgyhogy kapunk egy kis savanyú káposztát és egy kis ősztcombot hozzá. Jó étvágyat! Köszönöm! Ő már túl van a kóstolgatáson, mi jót evett? Hát többféle káposztát ettem, illetve most ezt a szarvast káposztával, de azt hiszem, hogy ez viszi el a pálmát. A családjában úgy tudom, hogy a felesége óvonő és van 3 lánya, ők is itt vannak, vagy pedig otthon majd beszámol nekik erről az eseményről? Hát ők szerte vannak most az országban, úgyhogy majd otthon beszámolunk róla. Van, amit ilyenkor szokott magával vinni, vagy amit utána hazamegy és azt mondja a feleségének, hogy ilyet te is csinálhatná? Hát szerencsére jól főz a feleségem, tehát önk sok külső tanácsra nincs szükség. Több alkalommal voltunk együtt, tehát úgy ismeri a itteni ételeket, tehát hasonlókat készítünk otthon is. Monoron mennyire van híre ennek a Vecsési Káposztafesztnek?
Én azt gondolom, hogy mindenhol híre van, monori csoportok is lépnek föl, ugye a monori strázsák, akik nagyon színvonalasan táncolnak, és én örülök neki, hogy itt is megmutatják a tudásukat. Természetesen a környékben mindenhol ismert már ez a fesztivál. Minden évben eljön, vagy volt esetleg olyan év, amit kihagyott? Én úgy emlékszem, hogy a kezdetektől szinte minden évben voltam, igen. Hogyha figyelt annyira, akkor hogyan lehetne esetleg összehasonlítani az első évekbeli rendezvényeket a mostanihoz? Miben más? Nyilvánvalóan egyre profi, most már egy professzionális rendezvényről van szó. Az egy önkormányzat esetében én azt gondolom mindig izgalmas kérdés, hogy mennyire jó egy óriási népünnepé jellegű. Itt ez a fesztivál egyre inkább egy egész régióra kiterjedő fesztivállá válik. Ilyen nagyon sok pesti van itt, azt gondolom, nagyon sokan vannak a környékről is. Tehát óriási a fejlődés, ami nyilvánvalóan megjelenik konfliktusokban is, de én azt gondolom, hogy ezt jól kezelik jelen pillanatban. Mi volt, ami esetleg a legjobban tetszett? Vagy hogyha így szétnéz, akkor mi az, ami a leginkább megragadja a figyelmét? Hát én azt gondolom, hogy a kulturális része a programnak az izgalmas. Persze ez ilyenkor mindig nehéz, hogy egy ilyen kirakodó vásárra fejlődött nagy rendezvényen a kulturális program mennyire köti le a nézőket, de úgy látom, hogy nagyon jók a programok, és sokan megállnak mellette. A Vecsési Káposztafest messze túlmutatott a város határain. Óráról órára százszámra érkeztek az emberek, és voltak időszakok, amikor szinte lépésnyit sem lehetett haladni a tömegben. Viszont a mosolygós arcok és a kis ételhordók a kezekben egyértelmű elégedettségről számoltak be. Tán még a megérkezés nehézségeit is felettették. Rengeteg ember jött el erre a rendezvényre. Igaz, hogy mindenki úgymond az ajtóban szeret megállni, de vajon mindenki talált a helyet? Én nagyon bízom benne, és valóban így van, hogy ebben az évben új forgalomtechnikai előírásokat kaptunk a rendőrségtől. Én azt gondolom egyébként, hogy részben ez indokolt volt, és jó ötlet és jó gondolat volt, hogy a négyest azt végre szabadítsuk meg a forgalomtól, egyrészt a baleset veszély miatt, másrészt pedig a parkolási lehetőségek miatt. Például mind a két oldalon most nyugodtan lehet parkolni, ez nagy előny, és ugyanakkor a hátrány, hogy az elterülő utakon nyilván megnő a forgalom. Mind a Budapestről Üllőre, mind az Üllőről Budapestre való irányba. És egyébként pedig azt mindnyáján ismerjük a mai motorizált világban, akár iskolások, akár óvodások, a gyerekek, hogy általában szeretünk az ajtóba megállni, és ez így van a Káposztafesten is, tehát hajlamosak az emberek ugye minden helyen leparkolni, csak hogy minél közelebb legyenek. A mi feladatunk az, hogy a parkolókat megpróbáljuk maximálisan kihasználni. Ebben a, illetve ezen a téren látok még lehetőséget a javításra, a fejlődésre, de azt gondolom, hogy mint minden dolog, minden kezdet nehéz, ez is ki fog alakulni. És végül is úgy gondolom, hogy jó lesz ez, hogyha összecsiszoljuk az összes igényt és az összes lehetőséget, akkor a parkolókat is maximálisan ki lehet majd használni, illetve nem feltétlenül kell valóban az ajtóban és a rendezvény közvetlen közelébe parkolni. Néhány perc gyaloglással el lehet érni, tehát azoknak, akik máshonnan jönnek, nem vecsésiek, nyilván le lehet parkolni egy kicsit odébb, távolabb, és aztán megközelítik gyalog a rendezvény helyszínét. És ami a lényeges dolog, úgy láttam, ahogy jöttem most a rendezvényre, hogy a 49 előtt, tehát a volt iskola épület parkolójában, a focipályán, a gazdakörbe még van kapacitás, tehát ebből tanulnunk kell, oda még több tucat autót be lehet engedni, oda le lehet parkoltatni, és remélem, hogy a jövőben ebből tovább tudunk lépni. Egyébként pedig levattuk a rendszámokat, a behajtási engedélyeket, nagyjából ez jól működött. Voltak, akiket aztán valamilyen félreértés formában nem engedtek be, de azt letelefonálták, megoldottuk. Nagyon készségesek és segítőkészek a kollégák, a rendőrök, tehát mindent elkövetnek azért, hogy tényleg jól menjen a rendezvény. Végülis ez a cél, hogy összefogással, biztonságosan és jól tudjon működni az egész rendezvény. Ebből a szempontból is. A főzőcsapatokból nincs hiány, jókedvből nincs hiány, tehát azt gondolom, hogy szép napunk van, és remélem, hogy szép napot is zárunk. Ez a lényeg. Mikor csatlakozik a családjához? A gyerekek alszanak momentán, ugye a feleségem mindjárt megkeresem, akkor elmegyünk haza és felveszünk a játszósruhát, és akkor meg mi is egy kicsit lazábban lehetünk. Hány rendőr van jelen a Káposztafesten, és hogyan történt maga az eligazítás? Hát reggel a polgárőrséggel és a rendezőkkel, akik ebben részt vesznek, közös eligazítás volt, és 22 fő rendőr van, akik között motoros rendőrök is vannak, hogy segítsék a forgalmat, illetőleg közlekedési rendőrök és közrendvédelmi járőrök is. Mennyire nehéz ez a feladat, hogyha lehet ezt egyáltalán nehézségi fokban jellemezni?
Tehát úgy, ahogy talán polgármester úr is említette, tehát nekünk közös céljaink vannak, abból a szempontból, hogy azt szeretnénk, hogy itt egy jó rendezvény legyen, és ne a rendőrökről szóljon, meg ne a rendkívüli dolgokról, hanem csak arról, hogy az emberek itt jól érzik magukat, szórakoznak, el vannak egymással, tehát mi háttérbe szeretnénk maradni. Amikor itt megbeszéltük itt a forgalomszervezési szempontokat, bennünket ez vezérelt, hiszen az elmúlt időszakot, éveket nézve látható, hogy sajnos ezeken a nagy rendezvényeken, és én úgy gondolom, hogy a Vecsési Káposzta Fesztivál már egy nagy rendezvény, előbb-utóbb mindig valami rendkívül esemény történik, és mi ezt szeretnénk megakadályozni, megelőzni, hogy aki ide eljött, az jó érzéssel menjen haza. És úgy, hogy jó érezte itt magát, és nem egy rossz érzéssel, egy rossz dologgal magában. A rendőrökről eddig csak a forgalomelterelés kapcsán beszéltünk. A biztonsággal mi a helyzet? Hány rendőr felügyeli azt, hogy ne legyenek esetleg zsebtolvajlások és bármi más? Hát a kollégáknak egy része ugye bent van, sőt, mi több ugye a készenléti rendőrségtől is kapunk megerősítő erőt itt ezeknek a megelőzésére, de hát azért azt el kell ismerni, hogy itt azért akkora tömeg van, tumultus van, hogy nem mindenki mellett lehet rendőr, tehát a legjobb tudásunk szerint igyekszünk ezeket megelőzni, és reméljük nem fog ilyen történni, vagy ha történik, akkor minél kevesebb számban. Lopásról, zsebtolvajlásról az adásunk felvételéig nem érkeztek hírek. Ám némi idegeskedést keltett, amikor a rendfenntartók egy eltűnt 5 éves kisfiút kerestek. A polgárőrség későbbi közleménye szerint kiderült, hogy egy kisfiú a tömegben elveszítette a hozzátartozóit, akiket végül a hangos bemondó segítségével találtak meg. A színpadon közben a Zabszalma együttes varázsolta el a gyermekközönséget, míg a másik porondon a Vagabanda társulat gólyalábasai váltották a zumbásokat. A városi vezetés sátraiban is zajlott az élet, és finomabbnál finomabb ételillatok terjedtek. Milyen ételt tesztelt? Húsos káposztát. Összesen 440 adag ételt osztunk itt ki ma délután. Hát a délapotti programokon én kezdettől fogva részt vettem, hát kezdődött a szentmisével, ami nagyon szép volt, és a falusi templomot gyönyörűen feldíszítették a terményekkel, a virágokkal. Azután történt ugye a termény áldás a templom előtt, és maga a menet szerintem nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon szépek voltak a felvonulók, és az idő is kedvezett ehhez. Az idén nagyon jó volt, tavaly sajnos elmost egy kicsit az eső. Hogy tervezi, meddig marad? Hát, ameddig jól érzem magam, ameddig el nem fáradok, és az összes ismerőst végig nem látogatom itt a Káposztafeszten. Vecsési Káposztafeszten már majdnem minden évben részt vettem. Szeretem a töltött káposztát, mint Vecsési, miért ne szeretném a káposztát is. Megkérdeztem, hogy hogy telnek a nyugdíjas évek? A nyugdíjas évek azok meglehetősen unalmasan telnek, nem szoktam hozzához. De most még nyáron jó, mert most még nyáron a kertben el tudok lenni. Télen lesz osz, annyi hó nincs, hogy így csöpödik. Köszönöm, jó szórakozás, biciklizés, elkezdődött már? Biciklivel jöttünk, ott van az a két bringánk, amivel most is ide biciklivel jöttünk. Úgyhogy biciklizek egyfolytában. Ő még nem evett, nem ivott, miért? Na hát, most olyan sok vendég érkezett, hál' Istennek, és azért mindenkit fogadni kellett, mindenkivel pár szót kellett beszélni. Most ültem le egy kicsit, és hát majd most így figyelgetem, hogy kinek melyik ízlet. Én lehet, hogy 2-3 ételt is meg fog kóstolni. Igen, kicsit fura, hogy egy ilyen káposztás rendezvényen éppen alma és körte van ön előtt. Hát ez... Mivel tudjuk, hogy a káposzta a burgonya után a legjobban felhasználható, legnépszerűbb felhasználható étel nyersanyag, ezért aztán számtalan variációja van, nem csak a főételnek, hanem a leveseknek is, és a tésztaféléknek is. Ezek a versenyzők itt, a közel 70-74 csapat, közel 300 ételeivel ezt elég szívesen prezentálta. Mind a két nap itt voltál, de csak az első nap zsűriztél. Biztos, hogy nem beszéltetek össze Benke Laci bácsival, de érdekes módon, hogy ti is az UIC papa csapatát hoztátok ki győztesnek, meg a második napon a főételek kategóriában Benke Laci bácsi féle zsűri is őket minősítette első helyre. Ők ennyire jók, vagy valami különleges dolgot tudnak, amit a többiek soha nem fognak produkálni? Megint azzal kezdeném, hogy én már az első is itt voltam, az első főztem, a második rendezvénynek viszont a zsűri elnöke voltam.
Ezen kívül Vecsésen is több helyen zsűriztem, ahol az Újisz Papa csapata esetleg más néven, de már megjelent. Ki kell jelentenem, hogy messze, messze a legmagasabb, a legjobb felkészítségű csapat, a legszélesebb választéka, és azt is el kell árulnom, hogy én végignéztem az ezt megelőző versenyek győztesét, és tudom, hogy tavaly is az Újisz Papa csapata győzött. Na most az a zsűriben van egy kis ördög ilyenkor, hogy hát aki tavaly nyert, annak kell az idén is nyerni. Így akkor én még nem tudtam szombaton, hogy vasárnap is ők fogják megnyerni a főzőversenyt, de az igen, hogy ezt megelőzőleg, mert igen sok versenyt is. Azt kell mondanom, hogy aki egyszer már nyert, egyszer-kétszer nyert olimpiát, mondjuk 20-ban, és elindul a harmadik olimpián, és ott is ő a legjobb, ott ő fogja megkapni az olimpiai érmet. Itt ők már elindultak többször, elindultak szombaton, vasárnap, magasan a legjobbak voltak, úgyhát a zsűri részéről semmi szívfájdalom nem volt azért, hogy ők kapták. Azért viszont igen, vagy az a vágyunk, hogy a többiek, a többi csapat is nőjön föl megközelítőleg az ő színvonalukra, hiszen előfordult szombaton az, hogy egy lángossal kiálltak versenyezni. A lángossal nincs semmi bajom, hiszen Hungarikum. Nincs vele problémám, bármelyik vásárba, a búcsúba valahol szívesen megeszem. De hogyha versenyezni jön egy csapat, ugye benne egyéni versenyzők vannak, egy egész csapat kiáll versenyezni, akkor legalább a lángos mellé főzön egy korhelyleves, vagy készítsen valami mást, mert valahol tisztelje meg ezt a rendezvényt egyfajta színvonallal. A győztes Újisz Papa csapata mindenféleképpen megtisztelte ezt a rendezvényt, és mindenféleképpen emelte ennek a színvonalát. Az első nap, ugye az előételek és a tészták voltak versenyeztetve, ki tudsz emelni még a negatív példán kívül, ugye a lángost említetted, olyat, ami még neked is újdonság volt, vagy annyira érdekes volt, hogy itt most érdemes elmondani? Valóban a negatív példával kezdtem a lángossal, és mint mondtam, hogy nincs is semmi bajom vele, hiszen magyar unikum a lángos, de ki tudnék emelni igenis a levesek közül is. Ugye a legáltalánosabb leves az a korhelyleves volt, hiszen nagyon jól ismerjük, hogy egy bizonyos ünnep után a viradólag, akik este egy kicsit többet ittak, a kihozalítólag hat a káposztaleves. Tehát a káposztaleves nagyon sokan főzték. De az, hogy még nyúlból is főztek levest, és abba is káposztát tettek. Az, hogy mindenféle húsokkal is emelték ennek a káposztás ételnek az összetételét. Amellett, hogy nem húsos ételként szerepeltek, hiszen itt nem az volt a cél, de mint raguként, mint kiegészítőként a nyúltól, a vadig, a sertésig számos húsfélét is hozzáadtak. Tehát az eredet kérdés nyilván az volt, hogy a negatív példa, mi a pozitív példa. A pozitív az, hogy Vecsésen kívül az ország számos tájáról jöttek, számos helyi ételekkel, és érdekes volt végigkóstolni ezeket az ételeket, amiknek ugyan a nevüket tudjuk, hangzatosak, de amikor megkóstoltuk, a saját tájuknak a megfelelő ízesítéssel, fűszerezéssel érkeztek. Hát most már itt évek óta tartjátok ezt az első helyet, és senkit nem engedtek a közelébe sem, de ebben írtozatosan nagy munka van. Hogyan készültetek fel erre a kettő sikerre? Mi ennek a titka? Hát, tehát csak azt tudom elmondani, a szokásos minden évi előkészületek fél évvel, egy évvel, már igazából káposzta befejezés után már készülünk a következő főzőversenyre, tervezzük a recepteket, próbáljuk összehozni a dizájnokat, a reklámokat, a mi imidzsünket tulajdonképpen, és ezzel próbáljuk elérni ezeket a sikereket. Akkor nézzük az első nap siker termékét vagy produktumát. Mivel nyertétek meg az előételek kategóriát? Hát az előétellel gondolom a káposztás levessel, a káposztás dödöllével, illetve készültünk egy saját recepttel, ami becsési hagyománya, a fleckni, az igazából egy káposztás húsos ragúval megtöltöttük a tésztát és kisütöttük olajba. De gondolom, ezt nem itt próbáltátok ki először? Hát természetesen nem. Hát sok előfőzés ezt kíséri, ezeket a úgymond kísérleteket, és amint megpróbálunk időzebetéve, zárójelbetéve a zsűri íze, ízlése szerint megkomponálni, és ezt reméljük, hogy itt az eredmény is mutatja, sikerült is.
második nap, tehát vasárnap a főételek kategóriában mi volt a győztes produktum? Hát igazából nem tudom ezt megmondani, mert 10 féle ételt készítettünk, ezekből felsorolok 1-2-t, ami káposztás kolbász, káposztás fasírt, vivajhúsból készült töltött káposzta, mangalicás nyári káposzta, illetve készült házi kenyérbe sütött tehát házi gyöngytyúk káposztával megtöltve, és házi kolbásszal szintén megtöltve a házi kenyér, amit kemencébe kisütöttünk. Hát ha ennyi mindent nem csináltatok volna, akkor jövőre több maradt volna Tarsolyban, de ezek szerint akkor van még bőven ötlet, meg még ki nem próbált recept. Hát jövőre szerintem van egy olyan 50 elfelejtett recept, amit most újra előveszünk, és próbálunk komponálni. Igazából az is megfordult a fejünkbe, hogy picit visszaveszünk a főzési erőnkből, úgymond, és próbálunk egy kicsit barátiasabb hangulatot idézni a társaságban, mert tehát iszonyú nagy munka és energia fekszik ebbe a dologba. Ugye, Újic papa és csapata, igazi csapat vagytok, összesen hányan vagytok ebben a csapatban? Hát, ha őszinte vagyok, akkor tiszta családi csapat az egész, tehát férj, feleség, unokatestvér, unokahúg, unokanővér, unokabáty. Ezúton szeretném mindenkinek megköszönni, hogy segített a csapatba, és óriási munkát adott, tehát a család minden tagja, és igazából egy igazi családi csapat, és ezt szeretném igazából elérni, hogy Vecsésen mindenkinek az legyen, hogy egy családi társágat összehozzon, és úgy próbáljon itt megjelenni a káposztafesten. A másik része meg az, hogy a káposztának a igazi reklámja, valahol próbáljuk itt elérni a főzőversenyen. Még egy dolog hozzátartozik ehhez az egységes megjelenéshez, tehát sokat adtok tényleg arra, hogy hogyan néztek ki, elvittétek a legszebb sátor kategória címet is. Hát sajnos tavaly elvesztettük a design részét a dolognak, és idén egy kicsit összeszedtük magunkat, és megpróbáltunk egy különlegességgel fellépni. Hát ezek szerint sikerült, egy egyedi kis várat építettünk föl a helyszínünkön, és úgy neveztük el, hogy káposztavár, ami azt jelenti, hogy egy pici káposzta díszlettel egy igazi várjelenetet próbáltunk megjeleníteni. Még egy utolsó kérdés, ez az eső mennyiben vetette vissza az egész káposztafesztiválnak a látogatottságát, ti ezt pontosan le tudtátok mérni. Ugye tavaly nagyon jó idő volt, akkor mekkora volt az érdeklődés, és most mekkora érdeklődést tapasztaltatok? Hát a szombati napra azt tudom mondani, hogy tehát a vártnál több vendég jött, hál' Istennek, és bízom benne, hogy jövőre is több vendég fog jönni szombati napra. Hát a vasárnapi napot sajnos azt tudom csak mondani, hogy az eső kicsit szétverte, de a vecsési hagyományok azt mondják, hogy búcsú után egy héttel mindig jó idő van, úgyhogy jövőre bízunk ebbe a dologba. És a megszokott lendülettel, humoros értékítélettel adtad át a díjakat. Megint volt azért ennek tanulsága, gondolom neked is, meg üzenet értéke is, remélem, hogy megfogadják majd a vecsési főzőcsapatok, de azért próbáljuk összefoglalni, hogy ez a második nap, ez mitől volt jó az eső ellenére? Voltak-e olyan káposztás ételek, amit érdemes már megint kiemelni, amiről érdemes beszélni? Valóban így van, hogy mindig megújul a káposzta fesztivál, mindig új ízek kerülnek be, előkerülnek a sublótból nagyanyáink, dédanyáinknak a káposztás ételei, és ez most napvilágra kerül. Fantasztikus élmény volt számomra a kenyérben sült káposztás szűz, a káposztás ételek kenyérben megsütve. Tehát nem csak odáig jutunk el, hogy lángos, nem csak odáig jutunk el, hogy káposztás nokedli, hanem ezeket az ételeket egy kelt, krumplis fánkot készíteni káposztával, hát ez valami élményt nyújtó dolog volt. Káposztát, igen, nem csak savanyúan, nem csak frissen, salátának és pároltan, hanem süteményként is, akár palacsintába betöltve, kirántva és úgy tálalva. Hát csodálatos élmény volt számomra. Voltak hibák is, de ez így a természetes. Amikor 60-70 csapat ott van, akkor az egyiknek jobban sikerül, a másiknak kevésbé sikerül úgy. Azért van a zsűri, hogy elmondja a hibákat, hogy ezekre figyeljenek, és akkor jövőre még jobb lesz. Neked, mint szakembernek jelente valami szakmai előrelépést az ilyen jellegű fesztivál, mint a vecsési? Tehát magyarul tudsz te ebből még profitálni?
Hát hogyne? Nem véletlenül mondják, hogy a jó pap is holtig tanul. Itt ez természetes. Olyan fogások, olyan ízvilág, olyan technológiát ismerek meg a készítőktől, amit nincs könyvben, ami nincs a könyvben leírva, ami nem található meg, amit én is odahaza ki fogok próbálni, és megcsinálom. Ez egy fantasztikus dolog, és a tévéműsoromban be is fogom ezt majd mutatni. Akár a vecsési töltött palacsintát. Hát lenyűgözött egyszerűen, és hát ha nem fogyókúráznánk, mint ami látszik is rajtam, akkor biztos, hogy megettem volna mindent, amit a zsűri kapott. Újc papa és csapata már évek óta tarol, tavaly már beszéltünk arról, hogy annyira kiemelkednek ebből a főzőmezényből, hogy érdemes lenne miattuk egy profi csapatot is, egy profi mezőnyt is elindítani. Ez valóban így van. Hát most is 12 fajta káposztás ételt mutattak be. Egyik finomabb volt, mint a másik. Tehát nem improvizálnak, nem az, hogy reggel idejövünk, és akkor ebből most csinálunk valamit, hanem most egy koronát készítettek, egy gyönyörű, szép, színes koronát készítettek, és ebbe 12 fajta káposztás ételt mutattak be. Olyat, amit eddig nem láttunk. Akár egy pisztrángot töltve káposztával is egyébként, vagy akár a különböző fánkokat, párnákat és minden egyebeket. Tehát ez egy kuriózum volt, profin készülnek rá. Nem, gondolom, hogy van egy jó tím, aki felkészíti ezeket, előre elkészítik, és nem itt improvizáltan hozzák el, hanem elkészítik otthon, és itt már csak úgy félkézzel megcsinálják, hogy még finomabb, még jobb legyen. Ebben az évben a Káposzta Fest minősített fesztiválnak, gasztronómiai fesztiválnak mondható már. Ezt a vecsésiek próbálták is kihasználni, közbeszólt az időjárás, de te, mint évek óta visszatérő zsűrielnök, tapasztaltad-e azt, hogy a vecsés gasztronómiai fesztiválja, az már tényleg egy ilyen minősített fesztivál? Én ezt úgy éreztem, hogy egy bensőséges családi fesztivál ez. Nagyon sokan idejöttek. Hát most is volt itt vagy 10 000 ember, úgy első ijegységben, ahogy így néztük. Nem véletlenül szélesítették meg az utat a két sátor között, és az eső se tudta elvenni a kedvét az embereknek. Egy kicsivel több pálinka fogyott, de a hangulat még jobb volt. Jó hangulatú volt, sokan voltak, egy családi bensőséges rendezvény volt. Sokáig őrizzék meg ezt a hitüket, a káposztával való dolgot és szeretetüket, és a jövőre is legyen ebből egy remek, kiemelt rendezvény. A Káposztafesten vasárnap délután világszámként konferálták fel a 60 tagú Landesrad harmonika zenekart. A fiatal madarasi és felső szentiváni tangóharmonikások között rendszeresen játszik 4 vecsési zeneiskolás is. A Geiger István vezette kis harmonikások az echte népzenei dallamok mellett könnyedén játszanak indulókat és mindenféle könnyű zenét. Hogy tudta ezt egyáltalán így összehozni, és ki találta ki ezt az egész tangóharmonika zenekart, ami ugye fiatalok csapatát jelenti elsősorban? Hát 14-15 évvel ezelőtt én elkezdtem otthoni lakom Madarason, Baja mellett a déli részen az országban. Megalapítottam az első harmonika zenekart, és ebből fejlődött ki, majd a Landesrad, az országos Landesrad szövetséghez meghívtak engemet is, aztán ott megtudták, hogy van ez a harmonikoktárs, van a harmonika zenekar, aztán a úgynevezett Heidrik Feri, aki a Landesradnak az elnöke, neki pattant egy szikre, és azt mondta, hogy te Pisten, nem csinálnánk egy Landesrad zenekar, csináld meg a harmonika szekciót, és aztán kezdjük el, vonjuk az egész országot. Átnéztük, ahol találtunk harmonikás gyerekeket, ő fölkutatta őket, és meghívtuk őket, azóta megy a harmonikás tábor, és megalakult ez a 60 tagús harmonika zenekar, Magyarországon egyedülálló. Nagyon örülök neki, hogy ez megy, nagyon szeretik a gyerekek, minden évben harmonikás tábor csinálunk, ami Landesrad szervezésében megy. Városlőden voltunk kétszer, az idén Gyulán voltunk, nagyon szép sikerünk volt, jövőre pedig len Kőszegre van tervezve, és Ausztriába vendégszereplés ez a dolog. Ugye 60 tagú a zenekar, de vannak benne fúvósok is, meg ütős hangszerek is, de az öme az tangoharmonikás, és legnagyobb meglepetésünkre vecsésiek is fölálltak, amikor arról volt szó, hogy van-e vecsési. Igen, van 4 vecsési gyerek is, így van, és hát nagyon örülök neki, hogy most olyan településre mehettünk, ahol van saját honi gyerek is. És a nyári zenei táborokon kívül egyáltalán nem tudnak próbálni? A szekvilág volt, úgyhogy végül is 50-es évek közepe, vége felé volt a... Próbáltam, mint gyerekként pucolni az első káposztát. Amikor munka van, akkor mennyi káposztát pucolnak meg? Ha még egyáltalán ember végzi?
Hát igen, ember végzi, de mint már újságokban is megjelent itt ott egy-két helyen, már természetesen egy picit visszafogottan megy a egész határba, szinte már kevesebb a káposzta, de annak helyére előfordulhat, hogy meg kell pucolni, vagy igazából át kell pucolni, az ember megveszi rosszul, vagy szállítás alkalmával megsérül, tehát át kell pucolni. Ennyit. Sérülései voltak valaha? Hála Istennek, nagyon gyorsan elkopogom, hogy nem volt. A tapasztalta férfiak után az ifjak következtek. Elkészülni, vigyázz! Mindjárt jó! Kérem a mentőket, jöjjön közelebb! Kicsit! Egy kis benzin kell! Most próbáljuk meg! Jöjj, akkor még egyszer, elkészülni, vigyázz, rajt! A rendezvényen keresték az ország legnagyobb káposztáját. A legnagyobb terményt végül Halász Ádám hozta, akinek káposztája 9 kg-os volt. Ezúttal nem a sportpályán találkozunk Földvári Tiborral, üdvözlöm. Hogy tetszett a tegnapi meccs, vagy meccsek sora? Hát egyrészben ugye délelőtt eljöttem, és a Káposzta Fesz kupát megnéztem, ahol szép számú legényekből összeverődött kis csapatok jöttek. Jó színvonalos mérkőzés játszottak, de többségében a Káposzta Fesz hangulata már érződött a tegnapi kispályás mérkőzésen. Aztán természetesen délután a Szolnok elleni mérkőzésen. Hát úgy mondjam, hogy a 90. percig fantasztikus, euforikus hangulat volt, hiszen vezetünk 1-0-ra, és a sors fintura, hogy megtréfált bennünket, a 92. percben kaptuk az egyenlítő találatot. Hát itt már Seduxennel a nyelvem alatt ültem az utolsó 5 percet, hiszen megdöbbentem nem csak én magam, hanem a játékosok is szegények az öltözőbe megroppantak egy picit. Most akkor térjünk át a labdáról a káposztára, hogy érzi magát a fesztiválon. Hát a káposzta fesztiválon mindig fantasztikusan érzem magam, hiszen erre a napra úgymond bilagított a zsebembe belecsempészve, és némi zsír adalékos szétdobására finom pálinkákat szoktam fogyasztani. Hát számtalan lehetőség van itt az embernek, hogy jól érezze magát. Én általában töltött káposzta, székelykáposzta, egy kis pálinka, egy kis finom sörrel és a baráti társasággal egy kellemes beszélgetésre szoktam domborodni. Fantasztikus a hangulat, nagyon jól érzem magam, és hát hű a káposzta fesztő önmagához. Több ezer ember van itt az Epresben. Volt-e ennyi ember valaha a sportpályán egy becsési meccsen? Hát így nyugodtan mondhatom, hogy a Ferencváros Vecsés Ferencváros bajnoki mérkőzésen voltunk, amit regisztráltak 3500 ember, ennyi ember nem. De ha egyszerre jó Isten megadná nekem, hogy így ennyi emberre teletölteném a Vecsési stadion, vagy esetleg még egyszer meg tudnám rendezni a Vecsés FC Ferencvárost a Népstadionba, és ennyi ember eljönne, akkor valószínűleg nem lennék veszteséges, mint futballklub vezető. Mivel tölti még itt az időt? Nagyon jó hangulat vár még ránk, és aztán természetesen éjjel meg a sör sátor. Azért hétfőre kivettem egy szabadságot, egy szabadnapot, hogy azért fantasztikusan át tudjam adni a káposztafesz záró akkordjának a hangulatomat. Tehát akkor önél ez a fesztivál labdába rúghat. Teljesen. Köszönöm. Kis Tóth János mögött egy agyakuszár rejtőzik. Kik az agyakuszárok? Igen, ez a második énem, vagy mondhatni az első. Ugye az agyakuszárok jó pár éve, még a tavaszi fesztiválon kezdődött, amikor kedves barátommal, Csurgő Imrével elhatároztuk, hogy főzni fogunk. És mivel ő fazekas, erre azt mondta, hogy ugye az agyakhuszárként gúnyolják a fazekasokat, legyen ez a nevünk, és hát rajtunk maradt ez az agyakhuszárok. Majd megnézhetitek, hogy milyen gyönyörű sátorban vagyunk itt, töltött káposztát főztünk, falusias módra, majd a receptet is megkapjátok. Németül írtuk le természetesen, hogy stílszerűek legyünk. Utólag is személyesen gratulálunk a Lasis Gyula díjhoz, amiről a Williams Televízió Vecsési magazinja már beszámolt. Meséljen egy kicsit erről a díjról, hogyan találta meg ez az elismerés? Igen, nagyon szépen köszönöm az elismerő szavakat. Nagyon kedves barátaim, ugye 20 év szakmai munka áll mögöttem. 20 évet úgy gondolták, hogy érdemes, hogy felterjesztenek erre a díjra. Én nem is számoltam, hogy ezt meg fogom kapni, ezt a díjat, míg nem augusztus 19-dik előtt csörgött a telefon, és mondták, hogy beszélnünk kell. Lesz egy rendezvény, én azt gondoltam, hogy ez a rendezvény a Művöldési Házban lesz, aztán kiderült, hogy ez a Szép Művészeti Múzeumban. Úgyhogy nagyon jó eset valóban. Gratulálunk még egyszer. Mikor látjuk legközelebb itt a színpad környékén, kiket vár elsősorban még a nap hátra levő részében? Igen. Az Irigy Hónajmirigy nem sokára érkezik, Molnár György is itt lesz nem sokára, úgyhogy várom az ő hívásaikat, most is csörög a telefonom, ezt persze a televízió nézői nem hallják, nem látják, de hát csörög a telefonom, úgyhogy lassan mennem kell. Ahogy a Művelődési Ház igazgatója utalt rá, hamarosan megérkezett az Irigy Hónajmirigy. Amíg ők farkaséhesen végigkóstolták a vecsési ízeket, megnéztük a színpadon a pergőlábú lumpen-klumpen társcsoportot.
néz ki, hogy befejezte már az étkezést az irigy hónaim, irigy, mit tettetek és hogy ízlett? Gyakorlatilag töltött káposzta volt, de kicsit másképp, mint ahogy mi megismertük, mert ilyen cserépedényben kemencébe készült, és gerslivel van rizs helyett ugye a töltelék föl turbozva, de nagyon-nagyon finoman el volt készítve, ezek a füstölt húsokkal, meg minden. Épp mondom, hogy egy pici különbséget érzek, mint hogy anyám készíti, nem az ízekben, hanem az elkészítés módjában főleg, meg hogy ott egy kicsit szaftosabb, de hát így a kemencébe gondolom jobban kiszívja a levet vagy szaftot, vagy nem tudom micsoda. Tényleg nagyon-nagyon finom volt, mert én itt bátran csak úgy halkan elmondom, nem szeretem a káposztás ételeket. Alig bírtam visszafogni magam. Nagyon finom volt. Hogy lehet elihassal táncolni, énekelni? Én nem tudom, mert én nem ettem. Én fogyókúrázok, én sört ittam. Na most az én édesanyám máshogy készíti a sört, megmondom őszintén. Kicsit rak hozzá egy kis pálinkát is, hogy jobban aludjak. A Mátrából érkeztetek egy adrenalin túráról, hogyha jól tudom. Ezek szerint akkor nem vagytok éppen lelassulva. Hát ez, szerencsére ez a nyarunk ez nagyon pörgős volt. Végig rengeteg fellépésünk volt, ezen a hétvégén is számtalan. A Mátrában voltunk egy kalandparkba délután. Nagyon szép helyen van, ajánlom mindenkinek, hogy menjen, nézze meg, mert nem csak az, hogy jól lehet bulizni, szórakozni, mindent kipróbálni, hanem nagyon szép helyen van, és akkor lehet kajálni, ott is lehet aludni akár, olyan kis tó is van. Nem is tudtuk, hogy ez létezik. 5 éves már pedig ez a kalandpark. Tehát megyünk tovább. Hál' Istennek az idő az most velünk van, egész nyáron velünk volt a jó idő. Egyszer se áztunk el egy színpadon se. Úgyhogy hála Isten, minden oké volt ebbe az évbe is. 21. éve nyomjuk. A másik feletek hol van? A másik felünk azt hiszem a mai nap pihen. De egyébként szerintem ezt mindenki tudja, hogy a csapat mindig két felé oszlik, tehát hogyha playback fellépés van, akkor ha mondjuk például tegnap mi voltunk az ország keleti részén, a másik csapat pedig az ország nyugati részén, és így szétszakadunk, úgy dolgozunk. Még jó, hogy néha középen találkoztok. Ezek szerint playback lesz, most elárultad. Hát fél playback műsor, de ezt a jelmezek miatt muszáj is így megvalósítani, meg a körülmények úgy teszik lehetővé. Nagyon szívesen menjünk bármikor élőbe. Egyébként most jövő héten játszunk Budapesten egy nagy élőkoncertet, és utána Romániába megyünk az ősszel, és az év végén pedig a keleti ország részben egy ilyen úgymond ilyen szilveszter előzetes, tehát itt 27, 28, 29, 30-án játszunk Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza. Azok ilyen színháztermek vagy kulturális központok, és ott csak élőben nyomjuk. Jártatok már ezelőtt Vecsésen? Persze, természetesen jártunk. Egyébként én a múlt héten jártam itt, a héten jártam itt egy állatvédőtársasággal találkoztam. Egyébként, hogy a közönség jobban megértsen, mindig az a négyes megy, akik jobban, jobb egészségi állapotban vannak, és most a másik négy embernek kicsit rosszabbul érzik magukat, mert csúnyán töredezik a hajuk vége. Egyébként én nagyon szeretem Vecsést, igen. Milyenek a vecsési lányok? Volt már idő megnézni őket? Hú, hát most... Olyan savanyúak. Igen. Akik a popparódiák helyett más zenei műfajt részesítettek előnyben, azok a Vecséssel Naktigálent hallgatták a másik színpad előtt. Miközben Félvecsés és a Káposztafesz teljes látogatóköre Vastag Csabát várta, Benke Laci bácsi mesterszakács, mestercukrász vette górcső alá a rendezvény ételeit. Milyenek a vecsési ételek ebben az évben? Nagyon sok ételt készítettek, nagyon sok variációt mutattak be. Most egy kicsit olyan lazább volt, könnyebb volt a séfeknek a munkája. Itt gondoltam arra, hogy hát a káposztát nem mindig öblítették vagy mosták ki. Volt, amikor nagyon savanyú volt az az étel. Csokra húzta ugyan az ember száját, de hát azért az ételeknél ügyelni kell arra, hogy ne olyan savanyú legyen, hogy felrántja az ember lábát, vagy ne adj Isten a kanalat kikapja a kezéből. Tehát kiöblíteni azt az Isten adta káposztát, ha régi. Arra figyelni, hogy ha ne adj Isten pimpos az Isten szerelmére, akkor öblítsük le azt a káposztát.
A friss káposztáknál azért sok friss káposzta volt. Itt a hibáknak a lényege, mondhatnánk azt is, hogy a hozzáadott füstölt sonkától vagy csülöktől egy kicsit elvitte más irányba. Mert az, ami már avas a csülök, avas a sonka, az elrontja azt az Isten adta jó vecsési káposztát. Hát ez Isten adtani bűntény ilyet beletenni. Vagy főzzük meg, áztassuk ki, ne tegyük bele, inkább ne legyen benne, mint hogy ezekkel az avas csontokkal, csülkökkel és egyébben rontsuk el a káposztát. A töltelékeknél a problémát a zsűri ott látta, hogy rizst, ha teszünk bele, vagy burist teszünk bele, főzzük meg. Mert ha még rizst is teszünk bele, burist is teszünk bele, meg tojást teszünk bele, az olyan kemény lesz, hogy lőni lehet vele. Egy töltött káposzta akkor jó, ha szétesik az a káposzta tölteléke. A másik gondunk a tejföl kérdése volt. Amikor kész egy káposzta, legyen ez töltött káposzta, székely káposzta, vagy bármi, ráteszünk 2-3 nagy kanál tejfölt. Most a nyers tejföl nagyon sok honfitársunknak problémát okoz. Húzza a kondenszcsíkot, mint ez a repülő most fent, és azt meg kell, bele kell főzni, vagy keverjük ki, adjuk külön, és mindenkinek szuverén joga, hogy ráteszi a tejfölt, vagy nem teszi rá a tejfölt. Tehát ezekre nagyon kell odafigyelni, vigyázni kell. És az is veszélyes, ha nagyon erősek a savanyú káposzta, savanyú, nagyon erős, sós. Hát az nem egy gasztronómiai élményt nyújt a fogyasztóinak. A hibák után azért ejtsünk szót az erényekről is. Hát erről is kell szót ejteni. Fantasztikus csapatok voltak itt azért, ezt jegyezzük meg. Megújultak, van egy csapat, aki több mint 10 fajta káposztás ételt készített. Készített levest, káposztatatát készített történetesen. Egy káposztavárat készített. A bástyáiban az egyikbe pálinka, a másikba bor volt benne. Káposztás kolbászt készített, lenyűgözte a zsűrit. Egyszerűen lenyűgözte a zsűrit. Odafigyeltek, készültek erre a versenyre, gyönyörű dizájnt mutattak be a standjukon. Hát öröm volt oda menni, és ez mindig úgy feldobja, felvillanyozza az embert, és nem is beszél arról, hogy voltak nem túl szerencsés ételek, hanem ez volt az, ami igen, hát ők azok, igen, hát már lévén, hogy már 9 év óta ide járok, azért van egy kis összehasonlítási alapom ezzel kapcsolatosan, de volt egy olyan rozé kacsamell káposztával töltve, burgonya golyókkal és egyéb tokai borban pácolt almában a káposzta. Hát a zsűri az teljesen a tányérról a mintát is megette. Tehát voltak itt, vagy székely káposzta volt elkészítve muflonból. Frenetikusan finom volt. Tehát nagyon sok jó étel volt, és csak egy volt kozmás. Tehát ez egy nagyon nagy erény, mert mindig mondtam, hogy mindenkit fogadjanak, egyedül a kozmát ne. Hát ez megtörtént. Nem fogadták, és örülünk, hogy ezt megfogadták a zsűrinek a kekeckedését, és hogy az, hogy a teremtő is ilyen jó időt adott, hogy jó hangulatban sok kedves barát, családtag, ismerős elzarándokolt vecsésre. Van-e olyan káposztás recept, amit a vecsésiektől tanult? Hát van egy-két káposztás étel a töltött káposztáknak különböző válfaja, mert itt láttam például Blaha Lujza kedvenc töltött káposztáját, ahol is háromféle káposzta volt, töltött káposzta volt egy edénybe, és egy rizs-rossz nagy csülök benne, és egy egész kacsa. A káposzta volt kukoricadarával, burizzsal és kenyeres töltelékkel, és benne a csülök. Menne a kacsa, hát lájtos koleszterinmentes diétás volt, úgyhogy még az a szerencse, hogy én készültem, hogy a fél tüdőmet kidobattam, hogy a májam elférjen. Te szereted a káposztát? Idén a legszebb sátor díjat a Pálinkás Berger Núver csapat nyerte. A főzőverseny fődíját Újic Papa csapata vitte el, a zsűri a Williams Televízió káposztatortáját pedig a Káposzta Főzés Mestere címmel illette. Szeptember 25-én vasárnap este 6:30-tól jelentősen megfogyatkozott az epres egyik fele, míg a másik oldalán a túlzsúfoltság volt jellemző. Ennek a különös jelenségnek egyetlen oka volt, megérkezett Vastag Csaba, aki a rajongóktól elszeparáltan, vidáman és jó ízűen kóstolta végig a vecsési káposztás készítményeket. Megérkeztél vecsésre is azóta, mintha örültek háza lenne. Mindenki körül rajong téged, etetnek, itatnak. Mi az, ami megmaradt eddig ebből a sűrű élményből? Ennek én nagyon-nagyon örülök, főleg az etetésnek, meg az itatásnak. Ez egy furcsa kis együttállás, hogy én is magam is nagyon szeretek főzni.
Nagyon szeretem a jó ételeket, a jó italokat, úgyhogy ez itt minden megtalálható, amellett, hogy még rásul remek és kedves embereket is megismerhettem, úgyhogy ez egy nagyon jó közeg, nagyon jó, nagyon barátságos körülmény, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek nagyon. Tudod-e, hogy mit ettél? Ettem töltött káposztát, toros káposztát, székely káposztát, savanyú káposztát, káposztás, valami káposztás italt is ittam, káposztás sütit, úgyhogy elég sok fele káposztás dolgot tettem. Tulajdonképpen itt lehet mondani, hogy a káposzta az égi ér, de egyáltalán nem zavar ez, sőt, hogyha lehet, akkor amikor megyünk haza, akkor majd fogok kérni egy ilyen kisebb, kis útra való csomagot, mert nagyon szeretem ezeket a kajákat. Már előkészületben van, elárulom. Savanyú káposztát is kaptál, azt se hagy majd itt, majd illatos lesz tőle az autó. Mi lesz ezeknek a sorsa, ezeknek az ételeknek? Holnap dolgozol-e? Ezek meg fognak evődni, hogyha lehet ezt ilyen újra képzett magyar szóval kifejezni. Tulajdonképpen nagyon sokat megyünk az ország minden szegletébe. Többnyire én kocsiban élek, és a kocsimban szoktam valamint, hogy még aludni is. Úgyhogy ezeknek az lesz a dolguk, hogy ott lesznek szépen mellettem, és amikor éppen mulatkozom, vagy amikor éppen állunk a dugóba, vagy menjünk az autópályán, akkor szépen eszegetem a savanyúságot is egyébként. A savanyú káposztáról csak jókat hallottam különben, tehát hogy C-vitamin van benne, antioxidáns, plusz még egészséges, és ásó még fogyaszt is állítólag, úgyhogy ezeket enni kell. Te gondolom nem fogsz fázni a színpadon. Ez is egy érdekes dolog, mert a tegnap is így volt, hogy a színpad mellett állva majdnem megfagytam, fölmentem, és ott meg olyan melegem lett, hogy irgalmatlan. Ennek egy kicsit talán ilyen érdekesebb hozadéka az, hogy már úgy megfáztam, hogy alig bírok még én csak nézni is. Ugye az volt, hogy hideg volt, fölmentem, meleg volt, lejöttem, még mindig ugyanolyan hideg maradt, de én meg már ugye meg voltam izzadva, úgyhogy egy kicsit így ráfáztam a dologra is szó szerint, de ez semmit nem beszél abból a dologból, hogy nagyon nagy öröm találkozni a kedves közönséggel, kicsit ilyen családiasabb módon tényleg így megismerjük egymást jobban. Mennyire szokásos ez, hogy ennyivel előtte érkezel? Ugye 8 órakor lépsz fel, de már olyan fél hét tájban itt voltál. Nem fáradsz el esetleg előtte? Igen, még soha nem volt, de ezt most komolyan mondom. Ez az első olyan eset, hogy nem hogy időben, hanem így teljesen ráérősen itt üldögélünk és beszélgetünk. Általában egy olyan fél órával szoktunk maximum megérkezni a koncertek helyszínére, és általában miután végeztünk, el is megyünk a következő helyszínre, mert ott is várnak. Ebben mindig volt probléma egyébként, hogy miért nem írunk alá autogramot, miért nem osztunk, miért nem lehet velünk fényképezkedni, mert hogy ez úgy illene. Csak az a baj ezzel, hogy úgy illene, hogy a következő helyre meg odaérünk, és akik ott várnak ránk, őket meg nem várhatjuk meg. Úgyhogy az embereknek választani kell, hogy melyik mellett dönt, hát nyilván elkésni a sokkal nagyobb szemtelenség szerintem, úgyhogy úgy szoktunk dönteni, hogy inkább nem késünk el. És most minden tudható be, hogy ennyivel előbb itt voltatok? Egyrészt nagyon kíváncsi voltam a városra, nagyon kíváncsi voltam a káposztás kajákra. ez olyan elképzelhetetlen motiváló erő volt egyébként, hogy én reggel óta nem ettem semmit. Tehát úgy komolyan a sofőrömmel együtt úgy voltunk Krisztiánnal, hogy reggeltől kezdve szisztematikusan mindenféle étket megvontunk magunktól. Csak vizet ittunk, hogy amikor jövünk majd ide hozzátok, akkor már jó éhesek legyünk, úgyhogy éhesek is voltunk nagyon. Hogyan tovább? Ugye ma már, hogyha jól tudom, nem mentek sehova. Most nem megyünk sehová. Az elmúlt héten lett kész a duett videóklipünk a testvéremmel, Őrizd az álmod címmel az interneten most is megtekinthető. És egyébként szeretnék is mindenkit megkérni, hogy nézzétek meg, mert a vélemény nagyon fontos. Tehát lehet utána alatta írni rá véleményeket, hogy kinek hogy tetszett. Ezek nekünk nagyon fontosak, mert a dal teljes mértékben a közönségről rólatok szól. A másik, aminek a munkátai lesznek most, az pedig a tegnap befejezett videoklippem a saját dalomra, a Már Tudom című dalra. Ezt most, hogy hazamegyek, akkor megyünk, majd vágjuk meg, megnézzük majd, hogy melyikek a jobb részei, meg összerakosgatjuk, hogy nagyjából hogy néznek ki jól. Ez szerintem jövő héten lesz kész, és ez is fenn lesz az interneten majd, úgyhogy erre is nagyon várom a visszajelzéseket. A múlt heti telefoninterjúban elmondtad, hogy az öcséd nagyon szemezgett vecséssel, lehet, hogy ide költözne. Te is most azt mondtad, hogy azért is jöttél fényes nappal, hogy jól megnézd magadnak ezt a várost. Igen, egyszer voltam itt 3 éve, talán vagy 4, 3 inkább, és csak így futtában, átutazóban, hogy bejöttem, picit így körbenéztem, hogy milyen. Testvérem pedig, most direkt nem akarom mondani a címet, hogy melyik utca, melyik házszámba, de van egy ilyen lehetőség, hogy itt lakhat, és elképzelhető, hogy ezzel élni is fog. Én nagyon bízom benne, hogy így fog történni, mert egyrészt nagyon barátságos közeg, nagyon kedves a város, és úgy látom, hogy az emberek is kimondottan vendégszeretőek, és ez nekünk nagyon-nagyon fontos. Hamarosan színpadra lépsz, milyen repertoárral készültél vecsésre? Azt találtuk ki,
hogy mivel úgy láttam, hogy gyerekektől egészen az idősekig mindenki képviseltette magát itt a fesztiválon, ezért nagyon szemezgetve ugyan, de széles spektrumban összeállgattunk egy olyan műsort, amiben egészen a régmúlt 50-es évektől kezdődően, a régmúlt zenétől kezdve a mai, akár a Bon Jovi Hooligans vonalig, bezárólag mindenféle zene megtalálható, úgyhogy remélem, hogy mindenki megtalálja benne azt, amit keres. Vastag Csaba koncertje után lézersúl zárta a 11. Vecsési Káposztafesztet. A rendezvény sikere önmagáért beszélt, az esemény értékelését, tanulságait, statisztikáját és összegzését a jövőre vonatkozóan a későbbiekben végzik az illetékesek. Az egyes korcsoportokat külön értékelték. A C csoportban Filipszki Gábor, a D csoportban a Pesszentlőrinci sapkör sapkozója Takács Tamás vihette az a kupát. A felnőttek között Kelemen Otto végzett az élen Dömötör Józsefi és Hunyadi László előtt. Csatári Marian és Szekeres Tibor sapkedzők szervezői és versenybírói munkáját a József Attila Művelődési Ház részéről Görög Béla segítette. Október 30-án és 31-én rendezik meg a Vecsési Asztali Tenisz szakosztály hagyományos őszi versenyét, a Vecsés Kupát. Október 30-án szombaton az amatőrök és az általános iskolások nevezését várják. Vasárnap az igazolt versenyzők mérhetik össze az erejüket. A küzdelmek mindkét napon délelőtt 9-kor kezdődnek a Petőfi Általános Iskola tornatermében. A Vecsés Kupa az gyakorlatilag 30 évig minden évben megrendezésre került. Volt egy pár év, amikor kifejezetten anyagi okokból erre nem volt lehetőségünk, és a tavalyi évben sikerült először megteremteni arra az anyagi forrást, hogy újra megrendezhessük. Ez nagyon jól jött ki, mert hisz Jani bácsinknak ekkor köszönhetük meg a 40 éves munkáját, és idén igen, a nagy sikere való tekintettel idén is megszervezzük ezt a versenyt. Az anyagi forrás pedig elsősorban most is pályázaton nyert támogatás, illetve a vecsési önkormányzatok kapott forrás. Tavaly rekordszámú nevezés volt, közel 300 versenyző adta le a rajtlistára az igényét. Idén hányan lesznek? Hát remélem, hogy hasonló számban fognak megjelenni, bár idén is nagyon nehéz dolgunk van, mert a versenynaptár igen szoros, és erre a hétvégére két ranglista versenyt is ránk szerveztek, de természetesen bízunk azért benne, hogy azok a versenyzők, akik évtizedekig jelen voltak ezeken a versenyeken, illetve akik tavaly utánpótláskorú versenyzőként megtapasztalhatták, hogy milyen jó hangulatú egy ilyen verseny, azok idén is el fognak jönni. Bízunk benne. Tavaly Jani bácsinak az ünneplés az egy külön színfoltja volt ennek a rendezvénynek, és nagyon nagy szakmai tekintélyek is ellátogattak erre a versenyre. Idén jön-e valaki az országos vezetésből, vagy várnak-e neves versenyzőket? Neves versenyzőket tavaly is vártunk, és nagyon nagy számban meg is jelentek. Idén nem terveztünk hasonló felhajtást, de természetesen figyelemmel kísérik a verseny szervezését. Az Országos Szövetség honlapján is fönt van a versenykiírásunk, minden egyéb neves szakszövetségnél fenn van a versenykiírás, és természetesen drukkolnak és támogatnak minket abban, hogy ez a verseny minél jobban és szebben sikerülhessen. Ha ilyen sokan neveznek, akkor nyilván egy kicsit komplikált lesz idén is lebonyolítani ezt a versenyt. Összesen hány asztalon tudnak elkezdeni, gondolom délelőtt játszani, és kiesési rendszerben megy, vagy mindenki mindenkivel fog játszani? Hát mindenki mindenkivel nem tud játszani. Természetesen egyenes kieséses rendszerben, illetve az utánpótláskorú versenyzőknél annak érdekében, hogy minél többet tudjanak játszani, csoportos körmérkőzéssel indul a verseny. Hát természetesen, hogyha ide állít mondjuk 3-400 gyerek, akkor ezt nem tudjuk megoldani, de optimális esetben ilyen 100-150 gyerek indulására számítunk. Csoportos körmérkőzés követően egyenes kieséses rendszerben. A felnőtteknek kizárólag egyenes kieséses rendszer lesz, de tanultunk a tavalyi hibánkból, nem is hiba, de senki nem számított arra, hogy ennek a versenynek tényleg ekkora nagy sikere lesz, úgyhogy egy kicsit más rendszerben fogjuk megszervezni, külön csoportot szervezünk, a férfiakat ketté szedjük szintek szerint, ami megkönnyíti a sorsolást, és időben is reméljük, hogy nem este 10-kor kell majd a vegyes páros döntőt lejátszani, mint a tavalyi évben. És milyen szintek lesznek a férfiaknál? A férfiaknál 1-2-es kategória lesz, az 1-es kategóriában indulhatnak azok a versenyzők, akik MB2-ben is a fölött versenyeznek, a 2-es kategóriában pedig az MB3-as és megyei versenyzők indulhatnak. Lányoknál lesz valamilyen kategória? Korcsoportokról, utánpótlásról már volt szó.
Lányoknál egy kategória van a felnőtteknél, de indítunk ifjúsági felnőtt újonc és serdülőversenyszámot is, ami egyébként nagyon nagy kuriózum, mert ma Magyarországon nagyon nehezen tudnak akár újonc, akár serdülő versenyszámot külön-külön indítani, arról nem is beszélve, hogy ifjú versenyszám szinte kizárt, hogy létezzen. Tavaly viszont nem indítottunk, és kritikaként kaptuk meg, hogy miért nem indítottunk, mert lenne rá igény, úgyhogy idén lesz ifjúsági lányversenyszám is. Vecsésieknek milyen esélyeik vannak? Hát vecsési férfiaknál... hát most jót kérdez, ezt nem tudom pontosan megjósolni. Női mezőnyben vannak reményeink, tavalyi évben is nagyon jó, nagyon szép eredményeket értünk el. A férfiaknál mindig aznap dönti el, és az aznapi forma, hogy mit tudnak elérni. Kettes kategória, ugye nálunk MB3-as, a legmagasabb szintű játékos, kettes kategóriában indulhatnak. Ha elindulnak, és jó napjuk van, és az ellenfélt meg tudják csípni, akkor azért lehet eredményeket elérni, de elsősorban mindig a női versenyzőkre alapozunk. Valamikor az asztali tenisz nagyon népszerű volt Magyarországon, tehát egy komolyabb országos versenyen óriási közönség buzdította a versenyzőket. Itt a Petőfi téri általános iskolában, ha eljönnek 300-an a versenyzők és egy-két hozzátartozó, akkor már telt ház van. Tudnak-e még közönséget fogadni? Hát két napra összesen várunk körülbelül 300 versenyzőt, az azt jelenti, hogy elosztva két napra 100-150 versenyző jut egy napra, és hát azok kísérői, hát igen, tavaly is elég szűkösen voltunk, ezt meg kell hagyni. Különösebben érdeklődő, aki nem versenyzőhöz tartozó, nem szülő, hozzátartozó és edző, nagyon-nagyon ritkán látogatnak azt a teniszversenyre, nem csak Vecsésen, egyébként az országos szinten is így van. De így is szerintem nagyon sokan leszünk. Ezt a két napot hogyan lehetne időben felosztani, tehát mikor kezdődnek a versenyek, tehát ha valaki mégis úgy gondolja, hogy bejön és belenéz a versenybe, akkor hány órától, meddig tart ez szombaton, illetve vasárnap? Mind a két napon reggel 9:30-kor indulnak a versenyszámok. Általában az újonccal kezdődnek az utánpótláskorú versenyzőknél, a felnőtt napon pedig az ifjúság és a férfi egyesek kezdődnek, de egyébként a honlapunkon, a www.vecsesiasztalitenisz.hu pontosan fönt van, hogy melyik versenyszám hány órára tervezett időpontban kezdődik. Ezek tájékoztató adatok, nyilvánvalóan nagyon nehéz tartani, de majd törekszünk rá, hogy megjelent versenyzők érdekében is tudjuk ezeket a kezdési időpontokat tartani. Kuriózum volt az elsős napszer kupa vecsésen. A József Attila Művelődési Házban az elmúlt hétvégén többen csak érdeklődni mentek, de az ulti versenyek hivatalos rendje szerint történt lebonyolítás nem csak nekik jelentett meglepetést. A szombat délelőtre meghirdetett versenyre a két szervező, Pintér László és Massa Sándor örömére 20-an jelentkeztek, utólag bevallották, nem számítottak ekkora érdeklődésre. A versenyt az ulti versenyek szabályai szerint bonyolították le. 5-4-es asztalt alakítottak ki, és 4 forduló után hirdettek eredményt. Az első forduló 4-es asztalait sorsolással ültették össze, majd ezt követően svájci rendszer szerint a szerzett pontok alapján ültették be a versenyzőket egy-egy asztalhoz. Egyébként létezik Magyar Snapszer Szövetség is. Vecsésen, baráti társaságokban sokan játsszák ezt a játékot, legelterjedtebb a 20 lapos magyar kártya változat. 4 forduló végén a legtöbb pontot Paládi Sándor gyűjtötte. A dobogó második fokára Cseszlai Sándor állatot, a harmadik helyezést pedig Pavel Endre érdemelte ki. De oklevelet kapott a legidősebb játékos Pintér László és a legfiatalabb játékos Szatmári Zsuzsa is. De a legutolsó versenyzőnek is adtak egy citromdíjat. A sikeren felbuzdulva decemberben Vecsésen ismét megrendezik a második Snapszer kupát. Kedves nézőink, Önök a Vecsési Magazin október 22-i adását látták. Elérhetőségeink, e-mail címünk vecsesimagazin@kukacwilliams.hu. Telefonszámunk 29-es körzet 352-362. Új adással október 29-én jelentkezünk. Műsorunk megtekinthető a www.williams.hu oldalon is. Töltsék kellemesen az estét. Viszontlátásra! We'll be right back.
Kevés, és azért 100 forint, azt azért egy ilyen rendezvényi mobil WC-t lehetne bérelni. Azt szeretném megkérdezni a szervezőktől, hogy lehetne, vagyis hogy miért nincs több parkoló, mondjuk, meg lehetne nagyobb területen. Két naposra kellene tervezni, mert rengeteg az érdeklődő, jöttünk vagy 50-en Budapestről, és hát nagyon szépek a kis házikok, minden, de a kaja már délben elfogyott, úgyhogy erről ennyit. Skóbrák Ferenc vagyok, a Dunatisza Magyar Pásztorkutyás Hagyományozó és Sportegyesület elnöke. Magam is sok rendezvényt szervezek. Ez egy nagyon kellemes, jó hangulatú dolog, amit itt látok. Életemben először járok ezen a rendezvényen. Azt hiszem, hogy a területet jobban ki kellene használni, mert egy utcára korlátozódik a látogatóknak a mozgási lehetőségét, miközben legalább 3-4 ilyen utcát ki lehetett volna alakítani. Egyébként minden nagyon-nagyon szép. Az elhangzott felvetésekre Pavel Béla válaszol. Idén is próbálkoztunk azzal, hogy kiterjesszük. Ugye a két színpad arra utalt, hogy egy kicsit megnöveljük a területeket, továbbá a tájházhoz és az emlékházhoz, a Válint Ágnes emlékházhoz ugye 6 fordulót tettünk a kisvonattal, ami szintén azt célozta, hogy egy kicsit kiterjeszkedjünk. A szervizútnak a belakása szintén azt célozta, hogy egy kicsit növeljük a területet. Hát nyilvánvaló, hogy ezen a parkolókkal talán ott kell egy kicsit, hogy ne olyan messziről kelljen begyalogolni, számtalan sokan egyszerűen idősebb nagymamákat ott hagyták a kocsiba, és egy fél óra alatt megnézték és elmenekültek, mert a nagymamával vajon mi lehet a kocsiba a parkolónál. Tehát vannak, ugye minden évben van, amikor egy kicsivel tovább lépünk, de sajnos azért az anyagiak határt szabnak ennek a lehetőségnek. Ugye most sem panaszkodhatunk, mert az önkormányzat utólag megszavazott egy jelentős költséget, amivel az elterelés közlekedési tábláit tudtuk finanszírozni, és besegítettek a biztonsági szolgálat finanszírozásában is. Tehát az anyagiak azért jelentősek. És ez, hogy egy nap, két nap, ez problémát jelent a főzés felvonulásánál a kétnapos rendezvény. Mind a két nap mást kell főzni. Estére haza kell a cuccot szállítani, a üstöt, egyebeket, és a következő nap újból ki. Ez eléggé problémás. Tehát valószínű, hogy az egy napnál maradunk. A pihenő helyekkel kapcsolatban az idén is volt előrébb lépésünk. 30 padot, asztalt helyeztünk el a szervizút mentén, a nagy színpadtól egy 50 méterre tele is volt, de hát ebből arra lett következtetve, hogy jövőre két ilyen pihenő helyet kell, hogy kialakítsunk, de egy szöveges felhívással is, hogy felhívjuk a figyelmét, hogy ott az nem magán, tehát nem egy gasztrósnak a területe, hanem bárki helyet foglalhat rajta. Mellékhelyiségek? A mellékhelyiségekkel elég komoly előrelépés volt tavaly, ugye ezt most is megismételtük, a 3 darab mobil mozgó WC-t és vízöblítéses mozgó WC-t. Ez még egy elhelyezhető, egy kialakított helyszín van még a területen, de hát ez véleményem szerint nem volt nagy probléma. Összességében, hogyha egy mondattal lehetne értékelni ezt az idei rendezvényt, akkor hogyan értékelni? Hát annyit szeretnék mondani, hogy nagyon sok munkába került, nagyon sok feladatot kellett megoldani, de összességében kárpótolt a sikeres rendezvény. Egy műsor a Vecsésiekért. Vecsési magazin.